Sziasztok! A mai napra valami egyszerűt hoztam nektek, egy ilyen kaktuszos képet. Ezt fogjuk együtt megfesteni. A körvonalrajzot megtaláljátok az Art Facebook csoportban. Nem lesz másra szükség, csak erre a kis papírra, festékre. Én ezt a White Nights és Van Gogh színekből álló palettámat fogom használni, illetve nagyjából ez az egy ecset fog kelleni a festéshez. Vágjunk is bele, ez egy tényleg 5 perces festés, maga a papír az nagyjából képeslap méretű, egy icipicit nagyobb, mint egy képeslap, de bármekkora méretben elkészíthetitek. Ezzel a gyurmaradírral egy kicsit visszaszedem a színeket, hogy annyira ne látszódjon. Így, és már dolgozhatunk is. Igazából túl sok színt nem kell használnunk. Az első az lesz, hogy egy világos zöldet keverünk, és itt remélem látjátok közben a palettámat. Ezt zöldből és egy kis sárgából, vagy lehet, hogy ebből a citromosabb sárgából fogom megfesteni. Ennyi, kicsit nedvesebben, és ezzel gyakorlatilag az összes ilyen kis kaktusz, nem tudom, levelet, azt megfestem. Édni, és ezt a részét hagyom megszáradni. Addig kikeverem itt az aljába a barnát, ehhez én Burnt Sienna-t és Burnt Amber-t fogok használni, vagy szépiát, valamilyen sötétebbet, sőt még egy kicsit sötétebbet, és vizesen ezt is fölviszem ide, az első rétegre. Arra figyelek, hogy egyrészt a felső csillogása a kaspónak az kimaradjon, meg az is, hogy legyen majd egy icipici kis szünet a két rész között. Tehát így fölviszem az első színt, ez lesz a kaspó világosabb színe. És most sötétből erre az oldalra teszek egy kis árnyékot, amíg még nedves. Hoppá, ott bele is mentem. Égyni. Így. És utána ugyanezt megcsinálom az alsó részén is. Annyi, hogy próbálom, hogy itt egy nagyon lehelletnyit el legyen a kettő választva egymástól, legalább nagyjából. Így, és megint csak ide teszek egy kis árnyékot erre az oldalra, mert hogy innen fog a napom sütni. Készen is van az alja. Ha megnézitek, ezen a papíron itt egy kicsit, ahogy több vízzel mentem rá, foltos maradt. Figyeljetek rá, hogy ne adjatok bele több vizet majd. Én ezt el fogom tüntetni, de hogyha szebb munkát akartok, akkor figyeljetek majd rá, hogy ott nincsen. Következő lépés, amikor ilyen jóval barnásabb színt veszek, és óvatosan megfestem itt ezt a földet, amiben a kaktusz van.
Próbáljátok meg, hogy már ez a része megszáradt teljesen, amire a földet festitek ide a kaspóba, mert különben nagyon összefolyik a kettő. Mi? Ide is egy-két sötétebb foltot. Így. Így. Készen is van, most várom, hogy ezek megszáradjanak, és utána jön a második réteg. Megszáradt a papírom, itt láthatjátok, úgyhogy jön a következő réteg. Most ebből a zöldből, ami maradt itt sárga, adok egy subcreamből, adok egy következő réteget, inni, és ezzel gyakorlatilag festek egy ilyen árnyékos réteget a egyesével ezekre a kaktusz levelekre, aztán majd lesz egy harmadik rétegünk is, de most a másodikat festjük rá. És amíg szárad, itt nagyon óvatosan egy sötét barnával megfestjük a hátsó részét ennek a kaspónak, csak figyeljetek rá, hogy ne menjenek egymásba a színek túlzottan. Így. És az is lehet, hogy ide a fehér részekre egy kicsit halványan befestünk. Tényleg nem kell a legtökéletesebbre megfesteni. Még egy kis barnát teszek, hogy elváljon. Úgy mi? Most megint megvárjuk, amíg megszárad. Ha megszárad, akkor a legsötétebb rétegünk jön. Itt a zöldhöz egy kicsi, én neutrál tintet keverek, de keverhettek akár Payne's Grey-t is. Lényeg, hogy egy ilyen jóval sötétebb zöldet kapjunk. És akkor ugyanígy jön a harmadik réteg. Szerintem szupi, és megint megvárjuk, amíg megszárad. Most már nincs más hátra, mint az apróságok. Ehhez egy vékony ecsetet fogok használni, egy ilyen kettes ecsetet. Először a rózsaszínemet kimosom, mert tiszta kosz lett. És a rózsaszínnel teszek néhány kis virágocskát ide a kaktuszra. Így. És ebből a feketén zöldből amit csináltam, tehát, hogy itt a feketém, egy kis zöldem, keverek megint egy adagot, ízni, és ebből fogok ilyen kis tüskécskéket csinálni a kaktuszra,
Na. És készen is vagyunk. Még egyébként egy dolgot teszek meg, hogy ennek a rózsaszínnek megnézzük, hogy milyen pasztellese, meg megnézzük, hogy milyen feketével. Tehát, hogy ide ilyen pasztelles színt is fölviszek. Hát ez nem fogja be, úgyhogy nem ez lesz. Akkor egy leheletnyi feketét adok hozzá, hogy ilyen lilásabb legyen. Ezzel egy-két sötétebb szálat. Így. Készen is vagyunk. És íme az elkészült kép. Igazán egyszerű, és egy gyors festés, hogyha valamit szeretnétek csinálni. Remélem, hogy tetszik a kép, és megpróbálkoztok vele ti is. A következő festésig, következő videóig jó festést kívánok nektek, sziasztok!